Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a Petle Studio újabb videójában. De nem volt elég számunkra, amikor a Battle Knight-nak a videóját csináltuk. Nem elégettünk meg ennyivel. Egy hasonlóan gigantikus játékot fogunk ma megnézni. A Katsuro! 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 Régen már láttuk ezt a játékot, és már akkor is félelemmel töltött el, amikor ezt játszottuk. Úgyhogy most teljesen megnézzük mindent, amit lehet róla tudni, azt el fogunk mondani. Úgyhogy akkor kezdjük azzal, hogy Pet azt mondta, hogy a bejelentkezéskor valami furcsát talált. Ez mi volt? Hát a bejelentkezést ezt nem sikerült lefordítani, egy kis betűtlen egy hiba, ott ugye az üzenetekkel volt ilyen probléma, hát itt az volt, hogy login, és mellette az, közvetlenül mellette az, hogy regisztráció. Tehát... Ez így szemet ütött. Na, ez így megfelelően jó volt. Igen. Hát kezdjük az áttekintéssel, ugye van egy gyönyörű fekete hátterünk, ez fölött egy ilyen fejlétszerűségre, ki van írva, hogy Katsuro, Pet of the Honor, ami valamit jelent biztos, mögötte egy ninja maszk és egy ninja épület, valamint egy ninja... Ninja épület? Igen. Tehát ennek a ninják meg a épületei. Igen, hát egy hármas szintű karaktert fogunk elemezni. Samuráj. Igen. Samurájom. Hát van egy tantó kardunk, egy szerzetes páncél, szerzetes sisak, ronin maszk, jutte, ronin cipő és szerzetes kesztyű. A csomagoknál ugye megnézhetjük, ez még mindig az áttekintésen belül van, hogy milyen szaraink jöttek. Valami faszapok küldött nekünk a jegyzeteket, valami megnézhetjük a statisztikánkat, hogy mennyiszer nyertünk, mennyiszer vesztettünk, hányszor fostunk szart és hányszor szartunk fost. Na és azt szeretném kérdezni, hogy ugye a karakter nem változik. Az nem. Tehát a karakter semmilyen körülmények között, még ha ráfosik a bika, akkor sem fog megváltozni, hogyha 40-es szintű leszel, és balettáncos, akkor sem fogsz máshogy kinézni, nem is lehet más miatt választani, nem lehet női karaktert, vagy férfi, vagy bár mindenki ugyanúgy néz ki, és mindenki klónozva van. Igen. 6-os szintől lehet lent alapítani, és addig csak csatlakozni lehet különböző klánokhoz. Ezen kívül van statisztika, hát itt ugye benn vannak a top 1 milliárd, billiárd, trillió. Az a durva, hogy hányan játszunk? Még mennyi az? Kíváncsiak a végére, hogy mennyi. Az első 1000 van listázva, de hát nagyon sok ember. Ja, ez is elég sok. Hát itt van, nézd. De azt nem értem. 12.866. és 3-as szintű. De azt nem tudom, hogy mire élveznek ezen a játékon? Mert most van valami térkép, vagy... Van egy undorított térképünk, ami olyan, mint ez a hát egy négy a éves rajzolda volna. Ez olyan, mint a más játékban a kocsma, ahol is ugye küldetéseket lehet vállalni. Fogyatékos van egy arénánk, amit nem sikerült japánossá tenni. Van egy őrszem, itt lehet dolgozni, van edzés, ami hát ugye a gyakorlás, meg az ilyen hasonló szarok. A fegyverkovásnál az a szembetűnő, hogy itt lehet először észrevenni, hogy jádekövekért elő lehet fizetni. Igen, fizessetek el a jádekövekért. Hát én nem ajánlom, de... Vagy előfizetem, hogy leszopjátok a valamelyik samurajt, és akkor kapszok jádemonnát. Jádemonnát. Szóval... Az a nem. Na és a csaták milyenek? A csata, hát az azt szerintem egy külön fejezet lesz, de még nem tartunk ott. Arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg, tehát hogy valami, hogy úgyis elbasztak mindent, akkor hogyan tudnák kizelni, vagy kompenzálni ezt a szart? De gondolom hát, nem a csatákkal. Várjunk még, vegyük végig a menüpontokat, mert az fontos van. Páncélkovács, válogatott javak. Válogatott javak? Igen. A recsinták ott vannak. Különböző zászlókot vehetünk a vállunkra. Igen. Ami hát egy valószínűleg azért jó, hogy ha erdőbe menekülsz, akkor minél lássuk, jobban eltaláljon. Aztán van Kent a falatozója, ez ugye ilyen szar. Van a bolt, amit hát a piacra értik, az aukciós ház és az ékszer észre. Helyi Burger King. Valóban, igen. Aztán van egy külső térkép, ez a városon kívüli utazható táj, akit van ninja tábor, tehát falu, legalább tolvaj, barlang, hegyek, kőerdő, kikötő, medvebarlang és szent sziget. Az a durva, hogy volt, hogy amikor kipróbáltuk ezt a szkábbi, nem tudom, x éve volt, és ez semmit nem változott. Most így nézem, de így semmi. Tehát így igazából semmi. Igen. Tehát így minden van, csak egy semmi. Hát szerintem csináljuk azt, hogy megnézzünk egy fájtot. Mondjuk a szent szigeten. Hát ha azt mondom, hogy
hogy izé, hogy na, jó van gyerekek, elbasztátok a játékot, de a csaták azonban beleélveztem. Egy medvével harcolunk, hát... Na olyan... Jézus Isten. Mert ez olyan gyerekek, hogy fenn van a képünk, egyébként mindenki... Mellettünk a medve, semmi adat, csak hadonásznak így egymásra, de nem is így a képek, hanem így alatta. Így alatta van egy pajzs, egy ilyen kard, és néha vérzünk is, így bevágnak ilyen véres... képet, és én nagyon izgulok most így, hogyha már így mondod. De az a szép, hogy ezt nem lehet, mint a Shakespeare-be, hogy így elnyomom, hanem végig kell nézni, de kötelezően. És én ezt nem tartom túlzottan jónak, itt van muszáj végignézni? Igen, teljesen muszáj. Van ez valami nagyítónk, megnyit egy külön ablakot, itt kiraki a medvének, és nekünk a... Persze, nem láttad elég jól, akkor még na, vége a csatának, 84 aranyat szereztünk, mutatja, hogy mennyire... De most nem is halt meg, most nem is ment az életem, most mi van? Hát, szar. Most elfutott, vagy nem tudom. Mi van ilyenkor? Ez undormány. Hát, elég szarul lett megcsinálva. Hát ez gyönyörű. Menj erre a linkre, hogy befejezz a küldetést. Itt megcsináltunk egy küldetést. Hozzáterem, hogy fogalmam sincs mi volt. Fel sem vettük a küldetést, de már egy szamurájt az arénában. Na gyerünk, vagy hívjunk egyet? Na, hívjunk ki egy szamurájt az arénában, hát mondjuk Doni mestert kihívjuk. Doni Dáko, mutasd meg mit tudsz. Kihívát, most! Most, aztán adunk kapofájára, szélen baszva az arca. Ugyanúgy nézünk, ja de várjunk csak, változik a kard, aha. A kard változik. Igen, igen, az változik. Na, ez durva. Tehát eddig, a fegyverünk változik. Eddig ő vezet, hát nem tudom. Igen, a Warfire még mindig kint van, igen, ide. Van egy Warfire. Még mindig van egy Warfire linkünk, igen. Megérkezett, tudtuk, hogy meg fogjuk találni, igen. A Warfire. Lehet, hogy egyszer kell csinálni a Warfire-es videót, ez most nagyon jó. Igen, az lehet, hogy arra szükség lesz majd. Amúgy így most már kezd véget érni a időnk, úgyhogy összegezném a játékot, tehát a térkép szerintem nem lett jó, főleg azért, mert nem újították meg. A csatarendszer szar lett szerintem, mert ennél sokkal jobban is megoldhatták volna, főleg, hogy nem lehet elnyomni, ami rohadt idegesítő. Igen. És az, hogy igazából a karaktereidet nem alakíthatod olyan, amilyen szeretnéd, tehát nem alkothatsz maradandót és egyedit. És ez a legszarabb benne, és szerintem a legnagyobb, legtöbb játék hibája is az, hogy nem tudsz egyszerűen normálisat csinálni, ami úgy magadnak úgy érted. Mindenki be van baszva ugyanolyan ilyen kis búzi szamurájnak, aztán szopkodhatjátok a faszotokat is, és tök mindegy lesz. Mindenki ugyanolyan néz ki, leszarják. Bele szarnak, mert te úgy is játszani fogsz vele, mert egy büdös kis köcsök szamuráj vagy. Hát Lehó kiözönlését hallhattuk. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy a... klánt lehet fejleszteni amúgy? Nem vagyok klánba. Ja, de amúgy lehetne szerintem? Tudja a fasz. Gladiátusban lehet és végül is, ez a Gladiátusnak a szamuráj koppintása, szóval... Lehet, igen. Igen, lehet. Na, mindegy, ezt nem fogjuk megtudni, de... Tehát ez miatt ne kezdjetek el játszani a klánba. Igen, majd hogyha esetleg lesz olyan, hogy magasabb szintre jutunk, akkor ott is csinálunk majd egy videót, de hát elég esélytelen, hogy én ezzel most szenvedni fogok. Hát körülbelül ennyi lenne a... Kacsóra, Pet of Honor kacsóra, című... Kacsóra, otakára oro! Mitsuki, otakára oro! Tökéletes játéknak készült szar. Tehát ez jó, csak semmire. Igen. Tehát ez jó lenne, ja, csak és nem. Várjunk, azt még hozzátenném, hogy megöltem ugye egy medvét, kaptam 6 darab becsületet, és ezzel egyenértékben 400-at ugrottam a top listán. Szóval ez szerintem már jelent valamit. Hát ez ügyes. Na, hát ennyi lett volna a Katsuro Pet és Le előadásában. Köszönjük, hogy hallgattok semmi minket. Semmiképp ne játszatok vele. Nem ajánlott a regisztrálás. Veszélyes. Uh-huh.